Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Tisztelettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, Rónai Egon vagyok, ez pedig a gazdasági magazin a Több-kevesebb. Tovább élénkült márciusban a lakáspiac, hogy mi módon, hogy igazából mi a kelendő, ezt fogjuk megtudni Balog Lászlótól, ő az első vendégünk. Aztán beszélgetünk arról, hogy nőtt az Európába importált orosz gáz mennyisége. Ebbe a mai műsorba szerkesztünk Somodi Solymos Eszter, kizárólag Balog vezeték nevű szakértőket szerkesztett. Balog József energiapiaci szakértő lesz tehát a második. Aztán tönkretesszük ezt a mintát, mert a következő vendéget egyáltalán nem Balognak hívják, hanem Németnek. Németh Péter, a CLB biztosítási Alkusz cég kommunikációs igazgatója. Növénybiztosításról fogunk beszélni, ha hiszik, hanem van ilyen. Lehet, hogy csak a nagy gazdáknak, akiknek komoly földjeik és rengeteg növényük van, de még az is lehet, hogy olyan egészen kis gazdáknak, akinek csak mondjuk tulipánok díszítik a földjeit, mondjuk a telke végében, majd megtudjuk. És a végére a hallgatók üzenete, mármint az egyetemi hallgatóké, akik azt üzenik, hogy nem tiltani kellene, hanem éppen, hogy támogatni a mesterséges intelligencia használatát, mert hogy ez a jövő. Nem feltétlenül csak arra lehet használni a mesterséges intelligenciát, hogy helyettünk írjon szakdolgozatot, de lehet, hogy amúgy is ez lesz ennek a vége. Na, majd megbeszéljük. Itt van az elejére Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, szóval az élénkülő lakáspiac. Jó napot kívánok, szervusz! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Mely területen és miféle ingatlanok azok, amik a leginkább kapósak mostanában? Minden hónapban meg szoktuk nézni, hogy a kereslet hogyan tudja a lépést tartani a kínálattal, és most ez a 2021-es év ebből a szempontból ígéretesen alakul, mert ahogy január-februárban kilőtt az eladó lakások és házak iránt érdeklődések száma, akkor ilyen 20-22%-os volt az éves összevetésben a többlet. Most márciusban 16%-kal élénkül tavaly márciushoz képest a lakáspiac keresleti oldala, ami azt jelenti, hogy tovább tart az élénkülés, de az üteme már kisebb, mint amit az év legelején láttunk. Több a pénz idén az embereknél, valamitől több az optimizmus bennük, hogy majd ki tudják fizetni a hiteleket, vagy jobb hitelajánlatokat kapnak? Itt ez egy több tényezős játék abból a szempontból, hogy az évelején mindenki inkább még csak tapogatózik, tájékozódik, képbe kerül az ingatlanárakkal, képbe kerül a piaci viszonyokkal, és ez a megnövekedett érdeklődés majd a tavaszi hónapokban alakul át adásvételekké. De azért az látszik, hogy nyilván a gazdasági kilátások, tehát a lecsökkent infláció az a lakáshitelpiacnak jót tett, hiszen most már 5-6%-os kamattal is lehet lakáshitelhez jutni, szemben a tavalyi évelei 10-12%-os hitelajánlatokkal. Plusz, ugye mivel élénkül a kereslet, ezért azok, akik tovább költöznének, mert, és ebből elég sok vevő találja magát egyszerű lakásvásárló és lakáseladói szerepben, így, hogy élénkül a kereslet, könnyebben lehet eladni a saját ingatlant, és ez a továbblépésen túli módon segíthet. Van egy fontos kérdésem, az, hogy élénkebb a piac, az azt is jelenti, hogy magasabbak az árak? Nem, nem tartunk. Rendszerre, úgyhogy ez egy meglehetősen kegyelmi pillanat, a lakáspiacon nem sűrűn fordul elő az, hogy ennyire élénkül, ilyen ütemben élénkül a kereslet. A kínálat az tavalyhoz képest nagyjából 8%-kal nagyobb, két éves összevetésben pedig 40%-kal több ingatlanból válogathatnak a lakásvásárlók, és mindemellett az árak még nem nőttek kiugró mértékben, ami jó helyzetbe hozza a lakásvásárlókat, és látszik egyébként, hogy nem annyira egységes a kép országon belül, mert például Zala megyében 4%-kal csökkent éves összevetésben az eladó lakóingatlanokra érkezett érdeklődések száma, Csongrád-Csanád megyében, ami nyilván Szegednek köszönhető leginkább, ott még 47%-os volt a bővülés. Tehát látszik, hogy nem annyira homogén az ország hőtérképe. Az ország hőtérképe. Hát az, hogy milyen az ország hőtérképe, azt szerintem többen böngészték a hétvégén, amikor 30 fok lett hirtelen március végére. Viszont ez a fajta hőtérkép, ez nem a tiétekkel azonos értékű. Az, hogy mondjuk az
eladó házak, lakások iránt az egyik helyen 47%-os mondjuk Csongrád megyében az érdeklődés növekedése, Somogy megyében meg gyakorlatilag stagnál. Ez vajon min múlik? A szegedi kilátások azok lakáspiaci szempontból meglehetősen jók, ugye itt több gyár létesítése és bejelentése került, és ezt a lakáspiac lereagálja, pontosabban a lakáseladók, meg hát a lakásvásárlók is, mert ez nyilván megnöveli a lakóingatlanok, a lakhatás iránti igényeket is, és ez még egyelőre egy olyan folyamat, ami kezelhető mértékű, mert még nem látjuk azt a robbanásszerű árnövekedést. Hogyha majd a robbanásszerű árnövekedés is megjelenik a piacon, mint azt láttuk Debrecenben, az már egy keményebb dió lesz, mert azért hozzá kell tenni, hogy nem csak befektetők adják-veszik például a szegedi lakásokat vagy házakat, hanem az ott élők is. És hogyha az ott élők azt tapasztalják, hogy egyik évről a másikra 20-30%-kal drágulnak az ottani ingatlanok, akkor az nehéz helyzetbe tudja hozni a lakosságot is, legalábbis azokat, akik mondjuk a saját megyéjükben saját megyéjükön belül szeretnének költözni. Az, hogy például Somogyban és Zala megyében kisebb volt a kereslet élénkülése, ez részben szezonális változás. Ott a Balaton nagyon komoly hatással van erre? Így van, és a Balatonnál most nem annyira pörög az ingatlan piac, mint amit 2021-ben vagy 2022-ben láthattunk. Sőt, ott azt látjuk, hogy ott inkább az eladók vannak túlsúlyban, hiszen nagyon sokan a korábban akár befektetési célra vásárolt ingatlanjaikat dobják most piacra, hogyha például pénzre van szükség, bármilyen abból kifolyólag, például valakinek a vállalkozásához szükséges forrást találni, vagy más nagyobb kiadások merülnek föl, akkor nyilván nem az elsődleges otthonát, az igazi otthonát dobja először piacra, hanem a második vagy a harmadik ingatlanát, hogyha van ilyen a tulajdonában. És ez nagyon rányomja a bélyegét most a Balaton ingatlan piacra, jelentősen nőtt ott a kínálat. Hát talán majd a jó idő tartósabb lesz, akkor a Balaton ingatlanok iránti kereslet is megnövekszik, azért a nyaraló helyeken ez eléggé gyakorta, így szokott történni. Balogh László az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértője volt itt a vonalban. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Van itt egy hír, ami szerintem ugye egy gazdasági magazinban értelmezést kíván, és akkor ezt meg is tesszük Balogh József energiapiaci szakértő jóvoltából és segítségével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Arról szól ez a hír, hogy nőtt az Európába importált orosz gáz mennyisége, ami azért fura, mert közben az Európai Unió meg azt mondja, hogy ez csökkent, és hogy próbálunk leválni mi Európai Unió az orosz ellátórendszerről. Ez persze Magyarországra nem igaz, de az Európai Unió nagyjára, szinte egészére meg annál inkább. És ehhez képest itt vannak adatok, amik azért azt mutatják, hogy nem feltétlenül igaz ez a hír, mert hogy az orosz piac nem kifejezetten Európára gyárt már. Hogy van ez? A hír igaz, csak meg kell érteni. Sokat gondolkodtam, hogy mit tudnék úgy mondani, hogy egyszerű legyen megérteni. A következőre jutottam. 2022 a háború előtt, ha az orosz import Európába egy zsigoli volt, amit később átneveztek Ladának, akkor a jelenlegi az egy Sputnik kerékpár, még aki emlékszik rá, a négyváltós. Tehát na, az menő volt a maga idejében, csak nem abban az időben élünk. Bocsánat, de hogy mondjam, hogy volt 8-váltós is, de azt mi már nem tudtuk megvenni. Az volt a szuper kiadás. Tehát az a lényeg, hogy az orosz gáz exportőr saját magát gyakorlatilag kinyírta Európából. Volt egy 40-45%-os részesedése, mikor a szörnyű háború elkezdődött. Jelenleg az EU statisztika szerint járunk 8%-nál. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a szerencsétlen Sputnik kerékpár 8 km/h-ról most felment 9 km/h-ra. A hír tény szerint igaz, de semmit nem tesz hozzához, hogy ez nem a régi Lada Zsiguli autó. Ennyi.
Tehát nem jut el oda, ahova eljutott volna egységnyi idő alatt hajdanában, hogy értelmezzük ezt a sebesség oldaláról. Jó, ezt értem. Ugyanakkor a világnak vannak olyan részei, amelyek, mint a mi sem történne Oroszország és Ukrajna között, meg mint hogyha nem lenne embargó felszólítás, és így tovább, és így tovább. Nem, hogy valamiféle kivezető utat keresnének, hanem növelik az Oroszországgal kapcsolatos kőolaj vagy földgáz elvárásaikat. Itt van például rögtön Kína. Hát Kína a legfontosabb, ugye ott egy új vezetéket is építenek, hogy nyilvánvalóan arról van szó, hogy amit nem tudnak eladni nyugatra, mármint az EU felé, azt megpróbálják más felé eladni, ez az egyik, de ehhez kell gázvezeték, vagy pedig meg kell próbálni mindent eladni folyékony gázos hajókon, ami egyébként azért nagyon érdekes, mert az EU-ban jelenleg, az én véleményem szerint, minden második hajó, amelyik befut, az bizony valahogy vagy így, vagy úgy orosz kötődésű. Persze úgy Törökországból érkezik, meg Indiából, meg Kínából, de ott vannak érdekességek. Az, hogy a Gazprom 2023 eleje óta nem közöl havi statisztikát, ez azon kívül, hogy nem közli, jelent többet, jelent mást? Semmit nem jelent, mert hála a jó Istennek, az Európai Unióban van a transzparencia előírás, aminek az egyik része az, hogy minden határponton, minden napra meg kell adni, hogy milyen irányból, milyen nominálás, milyen végső beszállítás történt, tehát ha valaki ezt szeretné csinálni, minden napra vissza lehet pörgetni azt, hogy mennyi orosz gáz érkezett Szlovákiába, ugye az egyik beszállítási pont, utána pedig a másik, az pedig a török-bulgár, mert ugye sajnos a magyar Berek-Berócon általában a gáz, ez is érdekesség, kifelé megy. Tehát Magyarországról megy a gáz Ukrajnába. Igen, erről egyébként a háború elején is szó volt, hogy Magyarország vajon gázt és kőolajat, hogyan, vagy egész pontosan már feldolgozott gázolajat, hogyan és miképp szállíthat Ukrajnának, amikor közben meg azt állítja, hogy nem támogatja az ukrán háborús törekvéseket. Na, erről ennyit. Beszéljünk egy másik témáról. Itt van rögtön az, amit egyébként ön már nem egy cikkben, és egy most kicsikét csalok, mert átküldött egy dokumentumot, amiből már látom a következő cikkében is taglal, hogy miért nem transzparens, és miért nem átláthatóbb Magyarországon az üzemanyag felhasználás. És ennek nyilván megvan valamiféle állami, valami oka, ami titkolózás kategóriába tartozik, de egyébként a világban máshol mindenki mindent tud erről? Nem, én mindig azt szeretem mondani, hogyha azt mondjuk, hogy olajipar, gázipar, elektromos ipar, akkor a gáz és az elektromos, ők egy teljesen más kategória a transzparenciában, ott minden órára meg kell adni, ki mit termelt, ki mit importált, exportált, blablabla. Bla, bla. Az olajban valami miatt ez a lelkesedés az EU-ban elfogyott, és ilyen hírfoszlányokat kapunk, és abból próbáljuk összerakni a képet. Stratégiailag lehet fontosabb ez egy állam számára, mint mondjuk a gáz vagy az áram felhasználása? Hát hogy ne, Magyarországon ugye a legnagyobb felhasználó csoport energiából, tehát minden energiából a lakosság. Utána a közlekedés. A közlekedésnek a 96%-a az benzin és gázolaj. Tehát ha itt valami történik, az egész ország szó szerint megáll. Hát akkor mégiscsak titkolózás van itt igazából. Tehát nem arról szól a dolog, hogy senki nem kéri az adatokat, hanem hogy olyan nagyon nem akarjuk odaadni. Tehát az EU-ban ennek úgy kellene működni, hogy valaki ezt előírja, hogy ezt és ezt és ezt az adatot kérjük, és aki EU társaság, ezt megadja. A baj az, hogy áramban és gázban megvan, hogy milyen adatokat mikor kell beadni, olajban valahogy ez elmaradt. Érdekes ez. Befolyásolhatja ez az olaj hazai árát is? Tehát az átláthatatlanság az ad lehetőséget az államnak arra, hogy ezzel trükközzön? Nem az államnak, hanem itt arról van szó, hogy a magyar üzemanyagpiacon kezd beindulni egy társadalmilag véleményem szerint nagyon hasznos diskurzus arról, hogy figyeltek már, miért van az, hogy minden héten emelkedik a magyar benzin és gázolaj ára, de ahhoz, hogy ez a diskurzus normális irányba induljon, alapadatok kellenek, és sajnos ezeknek az adatoknak a nagy része hiányzik.
Az, hogy importáljuk az olajat jelentős részben, hát majdnem mindet. 80%, 90%, valahogy így a kettő között talán. Jó. Igen? Igen. Az mennyiben teszi lehetővé azt, hogy azon az adatsoron elboldoguljunk, és mégiscsak tudjuk azt, hogy mi történik ezen a területen, ami a bejövő, a Magyarországra küldött olaj mennyiségéből következtethető? Az ukrán-magyar határon van olaj átadóállomás, van gáz átadóállomás, és van elektromos átadóállomás. A három közül az utolsó kettőt, a gázt és az elektromosat az interneten bárhonnan tudom követni. Az olajat, az olajadatot egyszerűen nem kapom meg. Tehát az sem jön. Értem. Olaj jön, de adat nem. Hát igen, olaj jön befelé, de hogy ön nagyon kedvesen megemlítette, úgy tűnik, hogy feldolgozott termék pedig megy kifelé. Erről sincs semmilyen adat, csak találgatás. Ez pedig nem jó. Mitől és miért lehetne ez másképp? És mi történne akkor, hogyha másképp lenne? Mennyivel lennék én beljebb, egy magyar állampolgár a saját dolgaimmal? Hogyha tudnám azt, hogy, vagy tudhatnám azt, hogy ezek az adatok, ezek mit tartalmaznak? Azért nagyon érdekes az áramban és a gázban bevezetett nagyon magas transzparencia elvárás, mert ezzel gyakorlatilag ki lehet számolni, hogy a rendszer mennyire hatékonyan működik. Tehát az, hogy tudjuk, hogy ennyi és ennyi termelés van, ennyi és ennyi fogyasztás van, ennyi és ennyi export van, ennyi és ennyi import, akkor körülbelül ki tudjuk számolni, vagy meg tudjuk érteni, hogy miért lett a magyar áramtőzsde, UPEX, annyi amennyi. Olajban ezek az adatok, illetve ezeknek a nagy része sajnos úgy tűnik, hogy hiányzik. Na, egy utolsó kérdést akkor, és ettől függetlenül a Brent nyersolaj határidős jegyzése $89 fölé emelkedett, október vége óta nem volt ilyen magas. Aggódjunk? Hát, ha tudnám erre a választ, akkor nem önnel beszélnék, hanem kereskednék. Én azt mondom, hogy ez bármelyik irányba mehet bármikor. Figyelembe véve azt, ami történik Izrael-Gáza vonalon, itt az a probléma, hogy az olaj ki fog-e jutni a világpiacra, senki nem tud semmit a magánvéleményem szerint. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és felvilágosítást adott arról, amiről tudott. Balogh József energiapiaci szakértőt hallották. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Egy olyan biztosítás fajtáról fognak hallani most a Több-Kevesebb című műsorban itt a Spirit FM-en, amikről ritkán szoktunk beszélgetni. Ugye most vagyunk túl az otthonaink biztosítási kampányán, és hát folyamatosan arról beszélgetünk, hogy micsoda időjárás van, és milyen meleg van, és hogy mennyire szélsőségesen egyik nap 8 fok reggel, másik nap 30 fok napközben. Itt van Németh Péter, a CLB biztosítási Alkusz cég kommunikációs igazgatója, és a növénybiztosításról fogunk beszélni, ami éppen ezért szerintem igen aktuális. Ha abból indulunk ki, hogy én most jöttem a mai napon a Velencei tótól Budapestre, és azt láttam, hogy a Pünkösdi Rózsa nyílik, hogy az orgonák ilyen gyönyörű fasorszerűen végig, amerre csak megy az ember, mindenhol kinyíltak, hát ezek májusi növények. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és hát valóban egyébként én is elolvastam ezt a közleményt, amit az Agrárminisztérium kiadott, beleillett volna ennek az épp leköszönő lakásbiztosítási kampánynak valamilyen serkentő szösszenetei közé is, hogy annyira szélsőséges az időjárás, annyira össze-vissza van minden, akkora a forróság, akkorák a fagyok, annyi a jégverés, hogy újra visszagondoltam, hogy rendben volt a lakásbiztosításom, és hát nyilván egyébként a gazdáknál is ez még nagyobb problémát is okoz, mert így valóban a termények, ugye a növényeket erre a területre kell igazán érteni, a termények, a gazdálkodási termények, azok óriási veszélynek vannak kitéve abból adódóan, hogy így, hát így összekúszálódott a természet az elmúlt években. Na most az, hogy én nem nagyon tudok arról, hogy hogyan, miként van növénybiztosítás, hol lehet kötni és milyen feltételek között, ez normális, hiszen nem gazdálkodok. De a gazdák vajon mennyire használják ezt a lehetőséget?
Hát nem nagyon használják ki. Van állami támogatás is a biztosítási összegekre, mégis sokszor bent marad ez az összeg, de én úgy veszem észre, hogy nem nagyon használják, meg egyébként a magyarországi biztosítók sem versengenek annyira ezért a termékért, tehát nem csak az ön hibája, hogy nem találkozik ezzel a termékkel a magyar biztosítók részéről, pedig egyébként kínálják, hanem nem is annyira vesznek részt ebben a versenyben. Inkább azt lehet mondani, most meg is nézem direkt egy-két olyan felületet, ahol mondjuk így meg lehet ezeket kötni. Természetesen ez nem olyan egyszerű, mint egy lakásbiztosítás, vagy egy autókötelező párkattintás és kész, ennél azért egyedibb ez a történet, de a nagy nevű, jó nevű magyar biztosítók nem igazán vannak jelen, helyettük egy vagy két ilyen osztrák, nyilván azon a területen jól prosperáló, jól működő biztosítótársaság ad inkább ajánlatot. Pedig ez fura, mert mondjuk egy lakásbiztosítás esetén egy harmadik emeleti lakásnál a nagy károkat a betörés hozhatja, jó, akkor nem másznak be kívülről, mert ez már a harmadik, de feltörik az ajtót, de oda olyan zárat rakok, amit nem tudnak feltörni, tehát ott tudok gondoskodni magamról. De hát azért a növénytermesztésben eléggé korlátos az, hogy mi az, amire én felelek, és mi az, amiért az időjárás. Tehát jégkár, fagy, aszály, itt minden van. És ezekkel szemben én nem tudok sok mindent tenni. Hát nem nagyon, vagy ha igen, akkor nagyon költségesen, ugye ezek a jéghálók, kifeszíthetőek ezek mondjuk egy autókereskedésben az autók fölé, vagy kisebb növénytermesztőknél mondjuk egy üvegházak vagy ilyenek fölé, de hát sok-sok hektáros területek fölött nem lehet sem jégháló, sem mondat a fagyjal, meg a fagyról ugye ne is beszéljünk, tehát gyakorlatilag nem is nagyon lehet ezek ellen tenni, így van, illetve ha lehet, akkor is borzasztóan költsége, szerintem sokszor néha maga a kár esemény okozott kárával is vetekszik ennek az összege. Vajon csak nagy, sok hektáros földekre lehet ilyet kötni, vagy hogyha valaki úgy gondolja, hogy neki van egy díszkertje, most lehet, hogy butaságot beszélek, de nem feltétlenül, egy díszkert rengeteg pénzbe kerülhet, akkor arra is tud kötni? Igen, de akkor az viszont az ingatlan saját otthon biztosítás, vagy ingatlan biztosításon belül kell, hogy megoldva legyen. Tehát az nem ez a kategória. Nem, az nem ez a kategória, ott inkább ott vannak is olyan kérdések, hogy vannak-e olyan értékek az ön kertjében otthon, ami akár speciális üveg, és ide tartozhat egy üvegház, vagy speciális dísznövények, konkrétan így is meg vannak nevezve, ide tartozhat tényleg egy szépen megcsinált halastó, vagy egy sziklakert, ezek inkább ebben a kategóriában. A kerti törpével mit kezd egy biztosítási szakember? Ha nem rúgja föl, amikor hazafelé megy, akkor inkább már nem vásárol, bár régi biztonsági szakembereknek még a kertjében nem lapulhat egy pár. Szóval, hogyha valaki visszakanyarodva és komolykodva egy kicsikét növénybiztosítást szeretne kötni Magyarországon, igazi kínálatot nem is talál ez ügyben? Nem igazán lesz kínálat, és ennek lehetne itt elemezgetni az okait, hogy vajon a magyar biztosító társaságok miért nem mennek ebbe az irányba, talán lehetne is erre választ adni. De most akkor külföldiekkel kell tárgyalnom? Ez azt jelenti? Igen. Vagy olyan magyarországi közvetítőkkel, akik mondjuk kapcsolatban vannak a külföldi biztosítókkal. Ugye óriási előnye egy külföldi biztosítónak, ami nyilvánvalóan számszakilag mérni, ez pedig az adózás. Tehát ugye Magyarországon a biztosítási adót ugye azért az sújtja a biztosítókat, és sok biztosító úgy dönt, hogy hát nem növeli, most ez csak egy ilyen spekulációm, de azt gondolom, hogy nem növeli az adóalapját egy ilyen kockázatosabb termékkel, hiszen Magyarországon nincs is olyan nagyon sok termőterület, mondjuk egy biztosító társaság akkora úgynevezett állományra tudna ebből szert tenni, kockázati állományra, hogy abból annyi bevétele legyen, hogy a kárkifizetések és az adók is rendben legyenek. Ezért a külföldi biztosítók általában Ausztriából, vagy a környező országban, ahol nagyobbak, sokkal nagyobb a termőterületek, ők ilyen határon átnyúló szolgáltatásként nyújtanak ilyen biztosítási terméket. Ők ugye akkor nem is adóznak gyakorlatilag Magyarországra, vagy csak másfajta módon, vagy akár sehogy sem. És illetve a másik, ami pedig még szintén korlátozza ezeket a gazdákat, hogy megfelelő ajánlatot találjanak, hogy azért itt limitálják a területet sokszor a biztosítók, ha egyáltalán adnak is ajánlatot. Egyrészt van egy éves kvótájuk,
ami ha betelik és valaki lekésik róla, akkor már nem fér be. Sokszor ezzel is hirdetik magukat a biztosítók, hogy gyorsan-gyorsan, mert már utána nem fognak tudni helyet biztosítani. Szerintem valahol a nagyobb társaságok, ha részt is vesznek benne, akkor ők gyorsan limitáltak egy nagyságrendet, amik fölé már nem akarnak menni biztosítási állományba. A második pedig az idő, tehát nyilván megvan itt az aszálynak, meg a jégverésnek a különböző időszaka, és azt hiszem, sem akarok butaságot mondani, hogy április 1 vagy április vége az az időpont, amikor még mindenre lehet kötni biztosítást, és akkor eljönnek ezek a bizonyos időpontok, akkor már nem lehet mindenre kötni, mert akkor már nagyon, nem tudom, lehet, hogy látszik már a meteorológiai szolgáltatás belőle, hogy sok lesz a jég, vagy kevés lesz, vagy lesz, vagy nem lesz. Hát bárcsak látszana. A lakásbiztosítás kampány hogy zárult most? Már ugye túl vagyunk rajta, gyakorlatilag meg lehet húzni a rovatokat, igen, hogy melyik mennyit hozott. Sokan szerződtek-e át, és más értéken szerződtek-e az emberek? Hát összességében azt gondolom, hogy nagyon sok embert megmozgatott. Hogy ebből átszerződés lett-e, vagy inkább helyben maradtak, az már egy másik kérdés. Én úgy látom, tényleg most egy-két nappal, hát gyakorlatilag még ma is lehet kötni, de már tényleg az utolsó nap, úgy látom itt a kampány után, hogy nagyon nagy és hatékony munkát végeztek azok a nagy biztosító társaságok, amelyek úgymond üldögéltek, vagy uralták a nagyobb állományokat, és ők a közvetlen közvetítőiken keresztül óriás munkát végeztek, hogy megtartsák ezeket az állományokat, tehát mindenkit igyekeztek felhívni, és legtöbbször árcsökkentésekkel drávanni őket arra, hogy eszükbe se jusson mondjuk más kalkulációt megnézni, és helyben maradjanak. De akkor valójában mi mind jól jártunk, mert jó ajánlatot kaptunk, vagy legalábbis mindenki biztosan jobbat, mint korábban. Én azt gondolom, talán emlékszik is, ahogy beszéltük is, hogy én azt gondolom, mindenki jól jár, és mindenki jól dönt, aki tudatosan hoz egy döntést a lakásbiztosításról. Itt nem az a lényeg, hogy mindenképpen váltsunk egy olcsóbra, mert hát ez ugye akár akkor azt jelenti, hogy kicsit higgabb is lesz a levelnek az olcsó húsnak. Tehát én szeretem, hogyha egy lakásbiztosításom sok mindent tartalmaz és sok szolgáltatást ad, mert értek hozzá, és tudom, hogy mit kellene majd elszámolni a biztostól, és mit nem. És mindenki jól jár, aki átnézi, átvizsgálja, egyáltalán végig gondolja, és végül hoz egy tudatos döntést a saját ingatlan biztosításával kapcsolatban, hogy akkor most ez jó így, helyben maradok, végig gondoltam, ez így nekem jó. Ugyanolyan jól jár az is, mint aki most azt mondja, hogy úristen, de régóta kellett volna már, de nem baj, most leváltottam. Okay. Tehát én azt gondolom, hogy ez több százezer ember ma átgondolta, és az elmúlt hónapban átgondolta, és most úgy alszik otthon, hogy végig gondolva tudatos döntés hozott a lakásbiztosítását illetően. Ha valaki most kap a fejéhez, hogy jó, ezt elfelejtettem, pedig akartam, ma este online még megteheti? Ma éjfélig megteheti, igen. Ugye április 2-án beszélünk, ha az ismétlést hallgatja valaki, ne dőljön be neki, tehát kedden délután beszélünk. Így van, ez gyakorlatilag ma most még itt az ügyfélszolgálatunk nekünk is még így nyalogatná a sebeit, most már azért egyértelműen sokkal kisebb, mert az utolsó hét természetesen, hát mondhatom ezt így ilyen jó magyarosan, az utolsó hét hozta igazából a hatalmas dömpinket, napi szinten több ezer biztosításkötés született folyamatosan, úgyhogy itt tényleg brecsegtek, ropogtak az utolsó héten a vonalak, aztán utána most már azért ma már sokkal-sokkal kisebb ez a szám, holnap már szerintem csak egy-kettő lesz, és már holnap is ne téveszem meg senkit, de csak azt köthet, aki már ma éjfélig felmondta. De hát aki felmondja, az már mélynek kötne újabb szóval. Holnap már igazából nulla lesz majd ez a szám. Ma még csöpög még egy pár utolsó szerződés. Na hát akkor zárjuk el a csapot holnap, de hát nyilván, aki nem kötött szerződést, vagy most vesz lakást, vagy egyáltalán ő köthet ezután is, ez egy kampány volt, ami most ér véget. Németh Péter, a CLB Biztosítási Alkusz cég kommunikációs igazgatója volt a beszélgetőtársam. Köszönöm szépen, vigyázzon a kerti törpékre. Igyekezni fogok, köszönöm. Minden jót. Köszönöm. Viszontlátásra. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Arról már kedves hallgatóink is hallhattak bőségesen, hogy a mesterséges intelligencia hogy állít dolgokat a feje tetejére. Ezek a dolgok általában a megszokással függnek össze, a mesterséges intelligencia pedig újdonságot hoz az életünkbe. Újdonságot hoz az egyetemi világba is, mert például felveti azt a kérdést, hogy mi az, ami használható a mesterséges intelligencia szolgáltatásai közül, például egy szakdolgozathoz, egy beadandóhoz, és mi az, ami nem. Vagy felveti azt a kérdést, hogy a mesterséges intelligencia használatát
tehát miért nem oktatjuk már akár középiskolában, sőt, lehet, hogy a felsősöknek általános iskolában, hiszen ez lesz a jövő, és érdekes módon a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája pont ezzel a témával foglalkozva egy 10 pontos kiáltványt intézett a, hát mondanám nagy szavakkal, hogy a világnak, hát nem, az oktatás vezetőinek, és itt van a vonalban Budai Marcell, a HÖÖK sajtófőnöke, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyjából az a kérdés, hogy mire használhatjuk és mire nem, és hogyha tudjuk, hogy mire használjuk, tudjuk-e használni, nem? Ez fantasztikusan összefoglalta a fő problémát. Szerintem összességében elmondható az, hogy a hallgatókat nagy számban mindig azt szokta a legrosszabbul érinteni szerintem, amikor nem az van, hogy mondjuk egyértelműen valami támogatva van, amit mondjuk ők nem szeretnének, vagy valami egyértelműen tiltva van, amit ők szeretnének, hanem akkor, amikor bizonytalanság van. És hogy abszolút egy olyan helyzet van most az AI-jal kapcsolatban, egyébként úgy látjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem ez világszinten a legtöbb egyetem, meg a legtöbb intézmény ez kicsit vakarja a fejét még mindig, hogy mit lehet ezzel pontosan kezdeni, amikor még nincsenek lefektetve azok a szabályok, azok az irányelvek, illetve azok az oktatási eszközök, know-how-k, amik akár megmutatják a hallgatóknak azt, hogy mit lehet ezzel az egész eszköztárral kezdeni, úgyhogy most hatalmas bizonytalanság van. De egyébként hozzáteszem nem csak a diákok, hanem az oktatók fejében is, hogy mit lehet ezzel az eszközzel kezdeni, úgyhogy ezért is tartottuk fontosnak, hogy megszólaljunk, és felhívjuk arra a figyelmet, hogy ezeket a szabályokat rövidesen le kell fektetni annak érdekében, hogy itt mindenkinek egyértelműek legyenek egyrészt a szabályok is, másrészt pedig egy olyan környezet alakulhasson ki, ami nem arról szól, hogy akkor most megijedünk valamit, ami újdonság, ami kicsit valóban meg fogja változtatni és fel fogja borítani az eddigi eszközöket, módszereket, stb., hanem ezt felhasználjuk kreatívan, szigorú vagy megfelelő szabályok között arra, hogy egy jobb oktatásunk legyen. Ugye ez most is egy nehéz ügy, mert hogyha nem a nyílt elérésű, tehát ingyenes mesterséges intelligencia szolgáltatásokat használjuk, hanem az előfizetéseseket, azok most is sokkal komplexebb, sokkal mélyebb, sokkal átfogóbb anyagot kínálnak, hogyha egy kérdést felvetünk számukra. Biztosan lehet azt tudni manapság, ezt mondjuk egy egyetemi világban járatos embertől jó, ha kérdezem, mert pont oda célzom. Meg tudják ítélni oktatók és diákok, hogy mi az, ami mesterséges intelligenciával készült? Vagy meg tudják-e ítélni azt, hogy valaki ügyes volt, és megíratta, majd egy picikét variált vele, hogy ne tűnjön annyira sablonosnak, sémaszerűnek? Elvileg, hogyha jól tudom, vannak most már olyan eszközök, amikbe be lehet úgymond tenni az adott szöveget, és akkor azt kiírja, hogyha ez a mesterséges intelligenciával készült, de hogyha valaki mondjuk egy ilyen szöveget betesz egy fordítóban, lefordítja azt, nem tudom, spanyolra, majd visszafordítja magyarra, akkor úgy tudom, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy ez a program is fogja venni, hogy ez mesterséges intelligenciával készült. Szerintem itt a kérdés az inkább az lehet, hogy baj-e egyáltalán az, hogyha valaki felhasználja a mesterséges intelligenciát. Hát ugye itt úgy merül fel a kérdés, hogy nem a saját tudását használja, hanem az emberiség összegyűjtött tudásából nyer ki valamiféle információt, ami vagy hibátlan, vagy nem, az egy másik kérdés, de nagy valószínűséggel megfelel. Abszolút, de ugye ez egy otthon megírt szöveg esetében merül fel, egy szakdolgozatnál, egy beadott eszőnél valami, ahol az ember ugyanúgy visszaugrunk, nem tudom, 50 évvel ezelőtt könyvekben keresgélte azt az információt, amiben megírta ezt a dolgozatot, hogyha visszaugrunk 2 évvel ezelőttig, akkor pedig a Google kereső segítségével kereste ugyanúgy az információt. De azban azért van munka. Tehát, hogy amikor könyvekben kerestünk, igen, én annyi idős vagyok, hogy én könyvekben kerestem, akkor abba bele kellett rakni a melót. Tehát ott azt végig kellett olvasni rengeteget, vissza kellett tenni azt a könyvet, mert ez mégsem az, de ahhoz sokat kellett olvasni. Tehát abban azért volt tudás alapú meló. Itt ebben már nincs. Szerintem van, csak más jellegű. Tehát, hogy ugyanúgy, ugye jellegzetes a mostani AI motorokra, ez az úgynevezett hallucináció, amikor akkor is meg akarja válaszolni a kérdést, amikor igen, mondjuk nem tudja, és annak is van egy módszere, hogy az ember hogyan tudja úgy promptolni, hogy tudjon úgy kérdést feltenni, irányítani azt, hogy ő azt a választ kihozza, amit szeretne, és önmagában azért azt gondolom, főleg, hogyha valaki, tehát a gyors intermezzó, hogy a tekintetben, ha jól látjuk a jogi értelmezésében, viszonylag már kezd az letisztulni, hogyha valaki használja az AI eszközöket, akár mondjuk egy szakdolgozathoz, vagy valamilyen
a dokumentum megírásához, az önmagában nem számít plágiumnak. Viszont a ChatGPT plagizálhat. Tehát, hogyha valaki mondjuk abba belefut, hogy a ChatGPT behúz egy olyan hivatkozást, amit máshonnan átvett, és ezt nem hivatkozzene az illető, akkor az innentől plágiumnak minősülhet, és ezért nem lehet a ChatGPT-t felelősségre vonni. Viszont azt, aki írta ezt a dolgozatot, és ezt felhasználta a ChatGPT-t, vagy más AI motort, azt pedig igen. És erre nem válasz, hogy én azt nem tudtam, mert pont azt kellett volna tudnia. Pontosan, és ugyanez a helyzet szerintem a tudás vonatkozásában is, tehát hogy az AI motorok azért gyakran tévednek arra vonatkozóan, hogy rossz információt húznak be, amit kell rendelkezni azzal az alapvető tudással, hogy valaki ezt észrevegye. Szerintem ez az egyik feloldása annak, hogy szerintem igenis kell lenni egy alaptudásnak, meg alapmunkának ahhoz, hogy valaki AI eszközzel jól tudjon dolgozni. A másik pedig azért, hogyha tehát nem úgy működik azért most még a mesterséges intelligencia, hogyha eljön az időszak, akkor ez valószínűleg már egy kicsit más kérdéseket fog felvetni, hogy én egy mondatban összefoglalom neki, hogy ez a következő esszé feladatom, írd meg nekem, hanem inkább úgy lehet jól használni, hogy nekem van egy alapvető gondolatmenetem, nekem van egy jegyzetem, amiben benne vannak az én ötleteim, az én gondolatom, az én feljegyzett tudásom, azt beadom neki, és segít nekem ezt összefogalmazni egy koherens, szép, egybeszűdő szövegé. Én azt látom, hogy inkább még ilyen módon használjuk ezeket az eszközöket, használják a hallgatók is, használom mondjuk én is a munkám során ezt az eszközt, és ez megint csak azt feltételezi, hogy nekem azért valamilyen alaptudásom, meg alapmunkám volt, amivel a ChatGPT tudott utána dolgozni. Ez az optimista változata, meg az, hogy mindenki hozzáfér majd, mert ugye ennek a hozzáférésnek az elérése vagy korlátai, ez alapvetően határozza meg az esélyeit egy diáknak vagy egy munkavállalónak. Abszolút, ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy ha elkezdi egy egyetembe vonni az oktatásába, módszerei közé az AI eszközöket, akkor azt olyan módon tegye, hogy ez minden hallgató számára egyébként hozzáférhető legyen. És itt egyébként most úgy tudom, hogy ugye amire szerkesztő úr is célzott, hogy itt van jelentős különbség az a GPT 3.5-ös változatok között, amik nem tudnak most azonnal keresni az internetes tartalmak között, hanem ha jól emlékszem 2022 előtt beadott tartalmakkal dolgoznak. És van a GPT 4.0, ami pedig már tud keresni, viszont ez fizetős, legalábbis az OpenAI eszközök a ChatGPT esetében fizetős, de jól tudom, ebből is elérhető már egyébként más szolgáltatón keresztül ingyenes változat, szóval ez is már egy kicsit talán kezdő sokak számára még elérhetőbbé válni, de abban teljesen igaza van, és ez valóban egy nagyon fontos szempont, hogyha strukturálisan, rendszer szinten megjelennek ezek az eszközök a felsőoktatásban, akkor az csak olyan módon lehet megtenni, hogy az ne fordulhasson elő, hogy valaki azért helyzeti előnybe kerül, mert ő mondjuk többet tud költeni egy ilyen eszközre, mint más hallgatótársa. Most fölmentem a ChatGPT 4-re, és hát vicces, ő példaként azt hozza, hogy magyarázza el a hamupipőke cselekményét egy mondatban. És valóban megteszi. A gyönyörű hamupipőke, aki mohón lakik, végre boldogságot nyer. Mit jelent az, hogy mohón lakik? Na, hát ilyen problémákkal küzdik a ChatGPT, és ez az, amit nekünk kell megoldani akkor, amikor használjuk ezt. Hát végül is addig jó, amíg nekünk egyáltalán valamit meg kell oldani, és a saját gondolatainkból kell még valamit merítenünk a használatakor. Budai Marcell, a Hölyök sajtófőnöke mesélt nekünk az oktatásban felmerülő kérdésekről a ChatGPT, a mesterséges intelligencia használata kapcsán. Marcell, köszönöm szépen! Én is köszönöm, további szép napot kívánok. Viszont kívánom, és ezt kívánom a kedves hallgatóknak is így búcsúzóul, mert a mai műsor eddig tartott, és jövünk holnap ugyanebben az időpontban. Somodi Solymos Eszter szerkesztő nevében is búcsúzom. Róna Jegont hallották. Viszont hallásra.